Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Hát gyorsan eltett ez a két hét, bírtam volna még kicsit lógatni a lábamat, de hogy a mondás is tartja, a jóból is megárt a sok, ezért mától újra folytatódik a heti körkép. Július 29-e hétfő van, és ugye a héten hónapzárás is lesz, tehát mindenképp érdemes lesz átnézni majd a havi gyertyák zárását is. Az elmúlt két hétben túl nagy dolgok nem történtek, túl sok lehetőség nem volt a kereskedésre, pontosan azért, mert nagy meneteléseken vannak túl az árfolyamok, vagy nagy beszakadásokon, és nem voltak meg azok az alakzatok, azok a gyertyaformációk, amik esetleg fordulást vagy belépést adtak volna. Ettől függetlenül bátran állíthatjuk, talán az év egyik legjobb hónapán vagyunk túl, rengeteg jó mozgás volt az elmúlt hetekben, és rengeteg jó kötési lehetőség volt, akár hosszabb, akár rövidebb távon is. Na de nézzük is meg, hogy mi vár ránk a héten. Szokás szerint ugye a Forex Factory oldalán kezdünk, gyorsan átnézzük a legfontosabb híreket, hogy mely párakra lesz érdemes koncentrálni, majd átmegyünk a chartokra, megnézzük, hogy zártak a múlt heti hetes gyertyák, és hol lettnek esetleg jó belépési lehetőségek, így a folytatás következik a Forex Factory oldalán. És már itt is vagyunk a fontosabb hírek oldalán, ugye általában a hétfő nappal különösebben nem szoktam foglalkozni, hogyha nincs kiemelt hírünk, meg szoktam várni a napos gyertyák zárását, nagyon ritka az, amikor esetleg a vasárnapi csártok átnézése után találok esetleg egy olyan hetes fordulós gyertyát, amiben már itt esetleg a délelőtti órákban érdemes lesz belépni, mert szépen elindulhatnak a folyamatok, de itt is ugye akár a múlt hét hangulata áttevődhet erre a hétre is, és akár a hétfői napon is jöhetnek jó mozgások. Viszont ha megnézzük a keddi napot, ott viszont már találkozunk kiemelt hírekkel, a délelőtti órákban az eurpárakra lesz érdemes figyelni, fontos CPI adatok jönnek, viszont az esti órákban munkanélküliség adatok jönnek Amerikából, úgyhogy ezek hozhatnak még heves mozgásokat, tehát itt mindenképp érdemes lesz megvárni a napos gyertyák zárását majd. Majd a szerdai napon begyújtják a rakétákat, nézzük meg, mennyi kiemelt hírünk lesz. Szinte nem lesz olyan pár, ahol ne lenne kiemelt hír, tehát egész estig folyamatosan jönnek majd a hírek. Ezek között lesz ausztrál dollár CPI adat, japán yen párokon is lesznek fontosabb adatok, aztán lesz szerdán ugye délelőtti órákban még eurpárokon is fontos CPI adatok. A délutáni órák pedig az amerikai dollárról fognak szólni, GDP adatok jönnek, fontos PMI adatok és fontos kamat döntés is lesz az este folyamán, tehát a szerdai nap mindenképp érdemes lesz megvárni a napos gyertya zárását, mert az esti órákban a kamat döntés hozhat még heves mozgásokat. És a hét utolsó napján sem fogunk unatkozni, mivel holnapváltás van, ezért ugye NFP hét is lesz egyben, tehát nagyon mozgalmas hétnek nézünk elébe, és az utolsó napon is jöhetnek még heves mozgások, a délelőtti órákban pedig még ugye a CHF párról lesz érdemes figyelni, itt lesz egy kiemelt hírünk, úgyhogy mozgalmas hétnek nézünk elébe, bízom benne, hogy nem csak csapkodásba megy át az egész, hanem lesznek jó belépési lehetőségek, hogy mely párokon, ezt pedig hamarosan ki fogjuk deríteni, átmegyünk a chartokra, megnézzük, hogy zártak a múlt heti hetes gyertyák, és hol lehetnek esetleg jó belépési lehetőségek, így a folytatás következik az X-Station felületén. És már látható is az USA dollárindex hetes chartja. Ugye pár héttel ezelőtti videóban arról beszéltem, hogy ide várnám le az árfolyamot a trendvonal és a havi szint sávjára, és tulajdonképpen itt pár héttel ezelőtti, két héttel ezelőtti gyertyában ezt nagyon szépen meg is csinálta, leszúrt ide az árfolyam, majd heves mozgással felpattant. A kérdés csak az, ugye kialakult itt most egy utolsó, legmélyebb hetes gyertyaszintünk, ezt még egyelőre nem tudta átvinni az árfolyam, tehát jó eséllyel ugye benne van a pakliban, hogy újra lefordul az árfolyam, de az is benne van, hogy további emelkedés jöhet, és mivel a héten rengeteg hírünk lesz, ugye nehéz megmondani, hogy meddig fog felépkezni az árfolyam, itt ugye ebben a hold zónában még egy jó darabig pattoghat az árfolyam, mielőtt kiderül, hogy mi fog történni, lesz esetleg újabb beszakadás, esetleg elesik ez a havi szintünk, és jövünk tovább lefelé, vagy pedig esetleg újra elindulhat felfelé az árfolyam, mind a két lehetőség most még itt benne van, tehát meg kell várnunk az egyértelmű jelzéseket. A kérdés az ugye, hogy lesz-e még esetleg újabb, legmélyebb gyertya, vagy pedig ez lesz a legmélyebb gyertyák, és ennek a szintjét tudjuk majd használni. Ha a szint fölé zár, akkor mindenképp ugye rövid távon dollár erősödést várunk. Első körben ugye a trendvonalig, ha ezt esetleg át tudja törni, akkor pedig újra megtesztelheti a hetes szintünket. És mivel nem szeretek találgatni, ezért türelmesen megvárom az egyértelmű jelzéseket, és a következő napokban ki fog derülni, hogy mi lesz a rövid távú irány a dollár párokon. Ennek fényében szokás szerint ugye dollár, japán és CHF párokkal kezdünk, úgyhogy vágjunk is bele. Akkor első körben jönnek a dollár párok, GBP USD-vel kezdünk.
Itt ugye az látható, hogy felérkeztünk az idei év eddigi legmagasabb pontjára, ezt a szintet tartósan még nem tudta átvinni, visszajött az árfolyam, tehát jelenleg van egy utolsó legmagasabb hetes gyertyánk az idei évben, és ennek a szintje még nem tudott sérülni felfelé. Ugye itt a nagy kérdés az, hogy a héten kijövő híreknek köszönhetően további lejtmenet fog jönni, tehát dollár erősödés, vagy pedig esetleg vissza tudunk zárni a hetes gyertya szintje fölé, és folytathatja tovább az útját felfelé. Ha ez történik, akkor ugye a tavalyi év legmagasabb pontjára várom az árfolyamot, ha pedig esetleg további lejtmenet jön, akkor jöhet egy komolyabb, mélyebb visszatesztelheti ezt az előző csúcsot, amit áttört, és akár több hét esetleg lejtmenet is jöhet még. Mindenképp meg kell várni az egyértelmű jelzéseket, nincs lezárt zöld fordulós gyertyánk sem szint felett, sem szint alatt, tehát egyelőre türelmesen várunk ezen a páron. Persze, ahogy szoktam mondani, mindig érdemes résen lenni, mert ha a következő napokban esetleg egy napos momentum gyertyában szépen a szint felé tudna zárni az árfolyam, akkor jó eséllyel elindulhatunk felfelé, de mindenképp kellenek az egyértelmű jelzések. Így megyünk tovább, következő párunk az euró-USA dollár. Itt is ugye most már több heten megtorpant az árfolyam, viszont egy fontos havi szintet tört át. A kérdés csak az, hogy a szint felett tud-e maradni az árfolyam, mivel itt egy fontos belső nyakvonalnál vagyunk, innen még újra lefordult az árfolyam, és tűhet belőle akár egy ilyen M-betűs alakzat, visszatesztelheti az áttört trendvonalunkat, visszajött ide, ahol megvolt a belépőm is. Türelmesen várok, egyelőre még hagyom futni ezt a pozíciómat, és ha esetleg a szint alá zárna az árfolyam, akkor pedig zárom a kötésemet, de meg kell várni, hogy itt a következő napokban mi történik. Itt is ugye meg kell várnunk, mikor azt a bizonyos zöld fordulós gyertyát, viszont itt is, hogyha lesz egy szép napos momentum gyertya, meg lehet nézni majd a kisebb idősíkon, ha visszatesztet, és esetleg el tud indulni rövid távon az árfolyam, akkor itt is lehet számítani egy felpattanásra, de a híreknek köszönhetően még bármi megtörténhet. Mivel lezárt hetes gyertyával itt sem találkozunk, ezért itt is türelmesen várunk, megyünk tovább, NZD-USD a következő. Itt ugye az elmúlt hetek nagy vesztese, az NZD párok voltak, nagyon komolyan beszagadt az árfolyam, és gyönyörűen visszaérkezett erre a havi szintünkre, ami korábbi hetes szint is egyben, ezért nem húztam be ezt a kék vonalat, mert tulajdonképpen egybeesik ez a szint a havi szintünkkel. Itt ugye semmi más nem látunk, egyrészt volt egy nagy lejövetelünk, ennek megcsinálta az első lábát, majd megjött a második láb, és ennek a második lábnak is ugye megcsinálta az első lábát, egy nagyon szép fibó szintre jött fel az árfolyam, ide felszúrt, és aztán utána le is fordult nagy lendülettel. Egyelőre még ez a mélypontunk ugye nem esett el, tehát ha továbbra is a szint felett tud maradni az árfolyam, akkor előbb-utóbb elindulhat majd itt is a folyamatunk. Jelenleg most ezt a hetes szintet használom még, hogyha a szint fölé tudna zárni az árfolyam, vagy nem csinál egy újabb mélypontot, tehát ez a mélypont nem sérül, akkor továbbra is ezt a hetes szintet tartom hetes szintnek, és tulajdonképpen megvárom, hogy a szint fölé zárjon az árfolyam, és utána jönnek majd a hosszabb távú folyamatok. Ez valószínűleg el fog tartani még egy darabig, mire ebből jó kereskedési lehetőség lesz, mire összeszedi magát ez az árfolyam. Tehát ezen a páron egyelőre nem nagyon kell keresni belépőt, és korotorsó dollárpárként ausztrál dollár, USA dollár. Itt is ugye nagy beszakadáson van túl az árfolyam, egy fontos hetes szintre érkezett fel, majd innen le is fordult az árfolyam, ahogy lejött ABCD alakzatba, úgy fel is ment ABCD alakzatba, és mindig ezeket a hetes fordulós gyertyákat keresem, amit itt is láthatunk, tehát a szintörés utáni visszatesztekből meg kell várni itt a hetes csárton a fordulós gyertyát, és miután irányba állt az árfolyam, utána jönnek a folyamatok, nézzük meg, addig nem lesz elindulás, amíg ezek a hetes fordulós gyertyák ki nem alakulnak, és utána jött meg a forgalom, és csinálta meg nagyon szépen pár hét alatt ezt a távolságot. Tehát mindig ezt kell keresni, ahol nincs hetes fordulós gyertya, ott hiába mész le a kisebb időségre, ott látni fog zöld fordulós gyertyát, csak az még nem lesz elég az elinduláshoz, és túl korai belépők miatt nagyon szépen ki fog stoppolódni idő előtt. Itt is ugye egy fontos szintre érkezett le az árfolyam, egy fontos havi szintre, még akár leszúrhat ide a hetes szintre is, hogyha itt a következő héten esetleg lenne egy szép fordulós gyertyánk a szint felett, akkor utána lehetne rövid távon felfelé gondolkozni, amíg ez nem történik meg, addig a dollár párokat nem biztos, hogy bántanám. Lehet, hogy még esetleg a GBP és az EUR párokon, hogyha esetleg szép formációk jönnének, esetleg napos gyertyában, akkor egy párnapos kereskedésre jók lehetnek, de amíg nincs lezárt hetes fordulós gyertya, addig hosszú távú folyamatok biztos, hogy nem lesznek. Ennyit a dollárpárokról, megyünk tovább a japán párokra, USA dollár japánnel kezdünk. Itt ugye hónap elején arról beszéltem, amikor azt látod, hogy a hetes és a havi szint össze van olvadva, mert újabb legmagasabb pontra ment az előző hónaphoz képest, akkor ugye arra lehet számítani, hogy kialakulnak előbb-utóbb ezek a heves mozgással kanocos gyertyák, és utána elindul a visszatesz, és aztán a hónap végére nagyon szépen el is távolodott a két szint egymástól. Erről beszéltem a hónap elején is, hogy amikor összefonódik a két szint, akkor nagy valószínűséggel jöhet a fordulás, de mindenképp meg kell várni ezt a kanocos gyertyát, addig nem lesz elindulás, amíg ezek a kanocos gyertyák ki nem alakulnak. Mindig jelzi egy fordulással, tehát mindig egy kanocos leszúrással vagy felszúrással
jelzi a fordulást az árfolyam, és amíg ez nem történik meg, addig a kisebb idősíkon nem kell short irányt keresni, de utána viszont, amikor elindul az árfolyam, akkor nagy lendületet teszi meg, nem is volt visszahúzódás, tehát mint kés a vajba jött lefelé az árfolyam, mivel ugye long trendről beszélünk, ez mindenképp ugye egy trend elleni kereskedés lenne, és ennek a felmenetelnek tulajdonképpen az első lába lenne, amiről mindig szoktam mondani, hogy ez nagyon nehéz tervezni, hogy meddig jön vissza, de nagyon szépen megcsinálta az előző évnek a legmagasabb pontját, tehát ugye egy fontos előző év szintjét törtük át, és előbb-utóbb ezek a visszatesztek mindig megtörténnek, és mindig erről beszélek, hogy a visszateszteket kell megvárni a diszkontárat, mert ezekből lesznek a jó belépők. A kérdés csak az, hogy itt még meddig fog szórakozni az árfolyam, itt még mindenképp várnék egy leszúrást, és talán amikor kialakul egy kanócos gyertya, az lesz a fordulás jele. Ha nem jövünk be az előző évnek a sávjába, akkor jó esélye, hogy a szint környékén megáll az árfolyam, akkor jó esélye előbb-utóbb itt is elindulhat, és azt a távolságot, ahonnan lejött az árfolyam, azt nagy valószínűséggel megint meg fogja csinálni, de ez még időbe fog telni, mire ebből jó belépő lesz, mert itt is ugye meg kell csinálni a leszúrást, akkor kialakul egy hetes szint, a hetes szintnek sérülni kell, szint felett kell az alakzat, és majd csak utána lesz elindulás, tehát nagy valószínűséggel a japán párokat még egy darabig nem kell kereskedni. Mivel a többi japán páron is hasonló a technikai kép, ezért csak gyorsan végigszaladok a párokon. GBP japán a következő, itt is ugye egy az évben megtörtént az, ami az előző párom, itt viszont ugye még az előző évnek a legmagasabb pontja az messze van. Itt még benne van a pakliban az is, hogy kisebb visszahúzódás után ABCD alakzatban jövünk tovább lefelé. Tehát a visszatesztekben is mindig keresni kell ezeket a visszahúzódásokat, ABCD alakzatot, ezt majd a napos csárton jobban lehet majd látni, de minden esetre a japán párokon egyelőre türelmesen meg kell várnunk, hogy itt a szintek környékén, mivel a héten hónapzárás is lesz, hogy a hónapzárás után mi fog történni itt a szintek környékén. Euró japán a következő, szintén zenész, itt is ugye az előző év szintjére jött le az árfolyam, meglátjuk, hogy esetleg itt is egy visszahúzódás után, itt volt egy kis belső nyakvonalunk, visszahúzódás után akár még mélyebb visszateszt jöhet, és visszatesztelhetjük akár ezt a trendvonal zónáját is, úgyhogy bármi megtörténhet, ha megnézzük az NZD japánt, itt ugye egy komoly esésen van túl szintén az árfolyam, mint kés a vajba 3 héten keresztül jött le az árfolyam, itt egy picit be is néztünk az előző évnek a szintje alá, de ez önmagában nem jelent még semmit, innen még simán újra felzárkózhat, és folytathatja tovább az útját felfelé, minden esetre itt is meg kell várni a folyamatokat, ez időbe fog telni, és akkor utolsó japán párként ausztrál dollár japán, szintén zenész, itt is ugye lejöttünk az előző évnek a szintje környékére, tehát itt is egy kis visszahúzódás után várnék egy kisebb felpattanást, és utána egy újabb, vagy egy dupla aljat, vagy pedig esetleg egy pici leszúrást még ide, és utána esetleg elindulhat felfelé az árfolyam. Tehát amikor ekkora lendülettel jön lefelé az árfolyam, itt két dolog szokott történni, vagy nagy lendülettel felszúr, és elindul felfelé, vagy pedig esetleg ABCD alakzatban egy kis visszahúzódás után csinál még egy leszúrást, és utána megtévesztve a kereskedőket, utána fog elindulni majd felfelé. Tehát a japán párokon mindenképp türelemre intenék mindenkit, meg kell várni az egyértelmű jelzéseket. Tehát ezeken a párokon egyelőre nem nagyon kereskednék, megyünk tovább, még pedig a CHF párokra, most a dollár CHF-fel kezdünk. Itt is ugye az elmúlt hetennek köszönhetően újra lejött az árfolyam, leszúrt még egy mélyebb pontra, tehát ez volt az utolsó legmélyebb hetes gyertyán, de mivel a két gyertya szint nagyon közel volt egymáshoz, ezért várható volt, hogy jön egy újabb leszúrás, ez meg is történt, és még ennek akár nincs is vége, tehát a híreknek köszönhetően két dolog történt, vagy még jobban beszakad az árfolyam, és akkor elesik ez a havi szintünk, vagy pedig innen heves mozgással felpattan az árfolyam, és akkor egy időre maradunk inside baron belül, tehát a jelenlegi legmélyebb gyertya szintje között, tehát mindenképp meg kell várni itt is a fordulókat, hogyha esetleg a szint fölött tudna zárni egy szép hetes zöld fordulós gyertyában, akkor nyilván rövid távon lehetne felfelé majd kereskedni, itt is ugye be lehet majd húzni egy trendvonalat, és amíg ki nem alakul az első csúcs, amivel majd át tudjuk mozgatni esetleg a trendvonalunkat, addig nincs miről beszélni itt sem. A következő párunk GBP CHF. Itt is ugye nagyon szépen lejött az árfolyam, lefordult az árfolyam a trendvonal zónájáról, itt kialakult egy kis dupla csúcsszerűség, tehát akár újra eleshetnek ezek a szintek, és további lejtmenet is jöhet, mert a dupla csúcsból esetleg egy kis visszahúzódás után, ha tartósan nem tud a szintek felett maradni, akkor újra beszakadhat az árfolyam, és visszajöttünk erre a belső nyakvonalra, a korábbi szintekre. Tehát itt vagy egy oldalazás lesz, és hogyha ez a mélypontunk esetleg nem sérülne, akkor itt kialakulhatna, ugye most van egy kereskedési sávunk, az a mélypont, ha esetleg ide leszúrna még egyszer, csinálna egy újabb mélypontot, de utána visszarántanák az árfolyamot a szintek fölé, akkor ugye ebből egy W alakzat tudna kialakulni, és ebből
később ugye el tudna indulni az árfolyam, akkor rövid távon ugye lehetne az első lábot kereskedni, visszatesz, és az abból való elindulás, kitörés lehet egy hosszabb menet majd, de mindenképp ugye egyértelmű jelzések kellene. Tehát itt a híreknek köszönhetően, mivel a héten lesz fontos CHF hír is, rengeteg dollár hír, rengeteg GBP hír, úgyhogy mindenképp érdemes türelmesen megvárni, hogy itt a szintek környékén mi fog történni, addig biztos, hogy nem kereskednék ezeken a párokon. Ahogy az a legtöbb esetben lenni szokott ilyenkor, amikor rengeteg hírünk van egy adott héten, és az árfolyamok fontos szintekre érkeztek, de még nincs kialakult egyértelmű jelzés, akkor ez azt jelenti, hogy érdemes ezt a hetet türelmesen megvárni, hadd csapkodja ki magát, alakuljanak ki a hetes gyertyák, és utána a jövő héten sokkal tisztában fogunk látni, hogy mi is történik itt a következő időszakban, és lesznek egyértelműbb jelzéseink. Így megyek is tovább a következő párra, Euro CHF. Itt is ugye egy nagyon fontos szintre érkezett le az árfolyam, egy előző hetes szintre, de leszúrt ugye a havi szintünkre is, tehát itt van egy fontos havi és hetes szintünk is. Itt ugye nagyon szépen látszik az alakzatunk, lejövetel, megcsinált az első lábot, visszatesztelte a hetes szintünket, tehát itt is hetes szinttől hetes szintig 3 héten keresztül lehetett kereskedni, majd lefordult az árfolyam, megcsinálja a második lábat, és hogyha ez a mélypontunk nem esik el, akkor jó eséllyel itt is ugye jöhet majd előbb-utóbb egy szép zöld forduló, gyertya, és utána ide be tudunk majd húzni egy trendvonalat, és ebből a hold zónából való kitörés után akár folytatja felfelé is, de akár lefelé is az árfolyam, tehát bármi megtörténhet, de ha tartósan a szintek fele tudunk maradni, akkor az egyértelmű jelzés, és a trendvonalunk is sérül, akkor elég egyértelmű, hogy felfelé gondolkozhatunk majd. Mivel lezárt hetes zöld fordulós gyertya egyelőre így sincs, tehát hogyha esetleg lesz itt szép felpattanás a következő napoknak köszönhetően, akkor mindenképp csak rövid távon, egy-két napos kereskedésben érdemes gondolkozni, mert amíg a hetes gyertya nem zár le, a hosszabb távú folyamatok nem fognak elindulni. Itt is láthatjuk, hogy szépen alakulnak a folyamataink, viszont a belépésre még azért várni kell egy kicsit, így megyünk is tovább, NZD CHF a következő, itt viszont rendesen be is szakadt az árfolyam, és visszajöttünk a tavaly év mélypontjára. Ez még akár a következő időszakban megtörténhet a többi CHF párral is, hogyha beszakadnak, mivel ugye ez már időben megcsinálta, ezért jó eséllyel itt megtorpolhat az árfolyam, tehát jöhet egy kis NZD erősödés, mivel a többi pár még nem indult el ilyen mélyen visszatesztre, ezért a következő időszakban akár a GBP vagy a CHF párokon is jöhetnek még mélyebb visszatesztek. Itt már megcsináltuk az idei évet, hogyha ez is sérülne esetleg lefelé tartósan, akkor további lejtmenet is jöhet, de itt azért fontos éves szintről beszélünk, ami azt jelenti, hogy itt jöhet heves mozgás, csapkodás, mivel itt ekkora gyertyát látunk, itt még mindenképp várnék egy leszúrást, egy heves mozgással, és ha itt visszarántják, megcsinálja az utolsó kanoncos gyertyát, ez a mélypontunk testtel már nem sérül, akkor jó eséllyel. Itt is ugye egy nagy M-betűs alakzatot láthatunk, és utána újra felpattanhat rövid távon az árfolyam. Tehát mindenképp érdemes megvárni itt is azt a bizonyos heves mozgás leszúrás, mert az jelzi majd esetleg a fordulás lehetőségét, addig viszont itt sincs tendő, és akkor utolsó CHF párként ausztrál dollár CHF. Itt is ugye nagyon szépen csinált egy dupla kis csúcsot, és innen le is fordult az árfolyam, megcsinálta a hetes szintünket. Ugye láthattuk, hogy a GBP-nél és az eurónál még nincs ekkora visszateszt, tehát a következő időszakban jött egy kis dominancia különbség, mivel itt már leérkeztünk fontos szintekre, ha ezek a szintek tartják magukat, akkor jó eséllyel a GBP és az EUR párkon is akár elindulhat egy nagyobb lejtmenet, ha esetleg elesnek ezek a fontosabb hetes vagy havi szintek. Amikor a CHF párok ilyen gyorsan be tudnak erősödni, ennek két oka lehet, az egyik, hogy felérkeznek fontos szintekre, a másik pedig, hogy az elmúlt időszakban azért érezhető volt, hogy egy kis pánik hangulat tört ki itt a piacokon, és ezáltal sokkal gyorsabban történnek meg a folyamatok. Ez ugyanúgy látszott, ugye, hogy az arany és a CHF ugye komolyan erősödött, ami azt jelenti, hogy pánik hangulat van, és ezáltal egyfajta ilyen menekülő devizaként használják a CHF párokat. Ezzel a főbb devizapárokkal meg is vagyunk, sajnos egyelőre jó belépésről nem nagyon tudok beszélni, mivel ugye nagy eséseken vannak túl az árfolyamok, vagy nagy emelkedéseken, ezáltal meg kell várni, hogy kialakuljanak ugye a megpihenős időszakok, majd utána a fordulós alakzatok, és utána lesznek belőle jó belépők, és ahogy az előbb is említettem, ez a hét valószínűleg a rengeteg hírnek köszönhetően hozhat csapkodásokat, viszont hozhat azt is, hogy esetleg a hétvégére olyan gyertyaformációk alakuljanak ki a híreknek köszönhetően, amiből később majd a jó belépők is lesznek. Így nem is időznek itt tovább, átmenjünk a vegyes csártakra, ott is megnézzük, hogy milyen változások voltak az elmúlt pár hétben, így a folytatás következik a vegyes csártakon.
és már láthatjuk is az arany 7-es gyertyát. Itt az elmúlt időszakban volt egy nagyon szép kis kötésem, itt a 7-es gyertya szint után be tudtam lépni tulajdonképpen a következő héten. Nagy lendülettel el is ment az árfolyam, és nagyon szépen megcsinálta a céláramat, az utolsó legmagasabb pontot, a mindenkori legmagasabb pontot. Most ugye tulajdonképpen itt karnocos gyertyában kialakult az a bizonyos heves mozgás, amiről mindig beszélek. Itt ugye a múlt héten volt egy szintén karnocos gyertyánk, pirosban végződött, de egyelőre még nem tudjuk, hogy esetleg a szint fölé tud-e zárni, vagy esetleg újabb lejtmenet jöhet. Benne van a pakliban egy újabb lejtmenet is, mivel egy kereskedési sávon belül vagyunk, és általában ugye, amikor pattog az árfolyam, akkor egy 2-3 érintést meg kell csinálnia mindig a sávon belül, és csak utána fog elindulni. Tehát itt is ugye már megvolt a 2 érintés, itt is kellene még egy lejövetel, és utána esetleg ebből a folyamatból, innen a szintek környékéről, akár a trendvonal zónájából el tudna újra indulni felfelé, de nyilván a héten rengeteg hírünk lesz, úgyhogy bármi megtörténhet még. Itt is érdemes lesz figyelni, hogy a következő napokban esetleg ez csak egy visszahúzódás volt és további lejtmenet jön, vagy pedig esetleg újra a szint fölé tud zárni az árfolyam. Mivel az árfolyam fontos szint közelében jön, ezért jöhet csapkodás, ugye rengeteg kiemelt hírünk is lesz, úgyhogy itt még bármi megtörténhet, úgyhogy nagyon óvatosan bánnék most az arany kereskedésével, inkább megvárnám, hogy hogy zár a hét, és utána gondolkoznék esetleg lehetőségekben, hogyha kialakulnak a technikai képek. Ennyit az aranyról, ránézzünk gyorsan az olajra is, mert többen kérték, hogy azért ezt is nézzük meg. Itt is ugye nagyon szépen beszakadta az árfolyam, tulajdonképpen nem tudott a havi szint felett maradni. Itt is ugye megvolt egy lejövetelünk, megvan az első lábunk, megvan a második láb, és a második lábon belül szintén van egy első lábunk, de ugye tartósan nem tudott a szint felett maradni, mert trendvonal zónájára is felérkezett az árfolyam, most lejött újra, de viszont ez a mélypontunk még egyelőre nem sérült, tehát hogyha vissza tudna zárni a következő időszakban a szint fölé, akkor nyilván további emelkedés jöhet. De az is benne van a pakliban, hogy esetleg visszazár ide a havi szint alá, alulról visszateszteli, és utána egy újabb lejtmenetbe akár lejön az előző év, vagy az idei év mélypontjára is, úgyhogy mind a két irány benne van még. Egyelőre fordulós gyertyáról itt sem beszélhetünk, tehát rövid távon mindenképp meg kell várnunk, hogy itt mi történik. Itt is ugye erre a 7-es szintre jött le nagyon szépen az árfolyam, tehát ennek az utolsó lejövetelnek legmélyebb gyertyájának a szintjére jött le az árfolyam, tehát visszatesztelte. Tehát gyönyörűen csinálják az alakzatokat, a szintek nagyon szépen működnek, itt is ugye korábbi 7-es szintre szúrt le az árfolyam, tehát ennyire működik ez a párvízszintes vonal, amit annak idején teljesen véletlenül felfedeztem, úgyhogy mindenképp érdemes használni, úgyhogy egyelőre itt is türelmesen várunk, hogy mi történik itt a következő napokban. Így mehetünk is tovább az indexekre, DAX-szal kezdünk. A pénteken volt egy nagyon szép kis fordulós gyertya, a délőtti órákban be tudtam lépni. Kíváncsi voltam, hogy esetleg hogy mennyire fog működni ez a történet, úgyhogy ez csak egy kísérlet jelleggel léptem be. Ugyan itt is még nem vártam meg a 7-es gyertya zárását, viszont a pénteki gyertya az egy nagyon szép kis momentum gyertya volt, és úgy voltam vele, hogy kísérletképpen belépek. Senkinek nem javaslom, hogy ez alapján kereskedjen, hanem mindenki a szabályok szerint kereskedjen. Én szeretek kísérletezni és a magam módján megfelelő kockázattal ezeket a kísérleteket megcsinálni. Mivel itt a trendvonal zónájában van egy nagyon szép kis fordulós gyertyám, ezért ezt azért majd megvizsgáljuk a kisebb időség, hogy egyrészt miért léptem be, és hogy a technikai kép milyen szépen mutatja magát, és aztán majd kiderül, hogy a híreknek köszönhetően ez mennyire fog működni majd hosszabb távon. Erre az indexre érdemes lesz figyelni, viszont ez is becsapós lehet még, mert ez ugye egy nagy momentum gyertya után egy visszahúzódás csak, tehát ez csak egy visszateszt volt tulajdonképpen alulról a 7-es szint, innen még simán újra beszakadhat az árfolyam, és lejöhet újra, tehát mindenképp óvatosan kell bánni ezzel a párral, mert nagy mozgású párról beszélünk, és pillanatok alatt több száz pipet tud lefelé is, és felfelé is mozogni. Jó, megyünk tovább, mégpedig a NASDAQ-ra. Itt is ugye nagyon szépen eltávolodott a két szint egymástól, a hónap elején még ugye itt volt a 7-es szint és a havi szint is, mert újabb legmagasabb pontra ment, de tulajdonképpen itt a nagy esésnek köszönhetően itt is ugye az előző csúcsok visszatesztelésre kerülnek, itt is ugye várnék még egy kis visszahúzódás, és ABCD alakzatban akár egy újabb lejtmenet is jöhet, és akár visszajöhetünk ezekre a szintekre, akár a 7-es szintre és a trendvonal zónájára is, hogyha esetleg itt nem tud tovább folytatódni, úgyhogy itt igazából várható volt, hogy előbb-utóbb lesznek visszatesztek, és itt is ugye megjelent az a bizonyos kanócos gyertya, amíg ez nem jelenik meg, addig hiába keresel a kisebb idősíkon visszatesztet, nem fog elindulni a folyamatunk, tehát türelmesen meg kell várni ezeket a gyertya szinteket, ezeket a gyertya jelzéseket, mert ezek adják tulajdonképpen utána a belépést a short irányra, még ha csak rövid távon is.
Hasonlóan technikai kép az S&P 500-on is. Itt is ugye átmozgattam most már a szinteket, feljebb hoztam a hetes szintemet, tehát ezek a korábbi hetes szintek egyelőre nem aktuálisak, mert az utolsó visszatesznek a legmélyebb gyertyát használom most, és ugye mivel nagy emelkedésen van túl az árfolyam, ezért igazából, hogyha lesz is visszatesz, az első körben csak rövid távú visszatesz lesz. Itt is ugye fontos hetes és havi szinteink vannak, itt viszont nincs akkora távolság még a két szint között, tehát jó esélye így zárhat a szint környékén az árfolyam, és ugye a híreknek köszönhetően meglátjuk, hogy itt a következő napokban esetleg újra a hetes szint fölé tud-e zárni az árfolyam, és megyünk tovább felfelé, vagy pedig esetleg egy mélyebb visszateszt el fog indulni. Itt is nagyon szépen látszik, hogy egyelőre tartja magát ez a trendvonal, ugye ez egy altrendvonalunk, és van egy fő trendvonalunk is, tehát ez az utolsó emelkedés, hogyha esetleg ez sérülne, akkor utána akár egy hosszabb visszateszt is jöhet, de meg kell várni mindenképp a héten kijövő híreket, és ott majd kiderül, hogy lesz esetleg egy mélyebb visszatesztünk, vagy pedig folytatja tovább az útját felfelé az árfolyam. Mivel sem a NASDAQ-nál, sem az S&P 500-nál nincs lezárt zöld fordulós gyertya, ezért mindenképp türelmesen várnék az egyértelmű jelzésekre, és lehet, hogy érdemes inkább megvárni ezt a hetet, hogy hogy zárul, és utána sokkal tisztábban fogunk látni, hogy mire lehet számítani a következő időszakban. Ennyit az indexekről, megyünk tovább még pedig a GBP-ut, GBP-NZD, Euro-ut, Euro-NZD párokra, ahol az elmúlt időszakban nagyon komoly menetelések voltak, úgyhogy nézzük is meg őket. GBP Euro-dal kezdünk. Itt ugye volt egy pozícióm, mégpedig itt a szint környékén, a fordulásban nagyon szépen bele tudtam venni. Tehát amikor ezek a kis kanócos zöld gyertyák megjelennek, főleg ugye itt egy második lábról, egy dupla aj második lábáról beszélünk, akkor utána erre lehet számítani, hogy nagy lendülettel kitör az árfolyam, és szépen át is vitte ezt a korábbi hetes szintünket. Viszont itt volt egy Fibo szintünk, tehát ha erre a szakaszra ráhúzok egy Fibonacci-t, akkor ugye itt egy ABCD alakzatban tulajdonképpen még most beszélünk csak az első lábról. Tehát innen akár jöhet egy komoly a visszateszt még, és lehet, hogy majd csak később folytatja az útját felfelé. A célár mindenképp ugye a tavalyi év legmagasabb pontja lesz, ha ezt át tudja vinni, akár további menetek is jöhetnek, ugyanis van bőven hely felfelé. Aki itt nem lépett be időben, az bizony lemaradt a nagy menetről, mivel nem voltak visszatesztek, így nagyon nehéz volt belépőt is találni, úgyhogy ilyenkor el kell engedni az adott párt, vagy pedig meg kell várni a következő visszatesztet, amikor lesz. Tehát itt most két dolog lehet, vagy tovább folytatja az útját felfelé visszateszt nélkül, vagy pedig esetleg visszateszteli az áttört hetes szintet, és utána folytatja tovább az útját felfelé. Ha lesz visszateszt, akkor lehet belépőt keresni, ha nem lesz visszateszt, akkor ezt a párt már el kell engedni. Ezért mondom mindig, hogy a hetes csárton kell hagyni a csártokat, és ott a fordulókat kell keresni, mert ezek a zöld gyertyák jelzik, hogy hol lesznek a fordulások, ha csak rövid távon is, de utána megvannak a hosszabb távú folyamataink is. Itt ilyenkor be lehet lépni, ha ezt nem látod időben, nem veszed észre, mert a kisebb idősíkon van a csártod, akkor ezekről a lehetőségekről le fogsz maradni. Itt gyönyörűen látszanak a hetes csárton a fordulások, a visszatesztek, az abból való elbizonytalanodás, és utána a kitörés is. Tehát ezért érdemes mindig a hetes csárton tartani a csártokat, és csak akkor lemenni a kisebb időségre, ha már megvannak ezek a jelzések. Jó, megyünk tovább, GBP NZD a következő, itt is volt egy belépőm, itt is nagyon szépen sikerült időben elcsípnem a fordulást, itt is ugye egy fontos havi szintről fordult az árfolyam, és itt is ugye nagyon szépen megcsinálja, most már áttörtük az előző évnek a sávját is, tehát a legmagasabb pontját, és itt a havi csárton ráhúztam egy Fibonacci-t, és most érkezünk fel a 61-es Fibóhoz. Ez egy elakadási pont is lehet, de simán benne van az, hogy tovább megy az árfolyam, de nyilván meg kell várnunk, hogy itt a szintek környékén mi történik, amíg nem ad jelzést nekem arra, hogy esetleg fordulás jön, tehát jön egy heves mozgás, ide felszúr, de teste már nem viszi át, kialakul a kanoncos gyertya, az jelzés értékű, hogy akár megtorpanás jöhet, és később visszatesztelheti az áttört szintünket, viszont amíg újabb, legmagasabb pontra megy az árfolyam, addig nincs teendő, behúzom az utolsó legmélyebb gyertya szintjét, és amíg az nem sérül lefelé, vagy a kanoncos gyertya ki nem alakul, addig nincs okom kilépni. Itt is komoly emelkedésen vagyunk túl, nincs visszateszt, így megyünk is tovább, mégpedig az eurpárokra, Euro-uddal kezdünk, itt is hatalmasat emelkedett az árfolyam, itt is meg volt a kis fordulós gyertya, erről lemaradtam, de a GBP-udot bekötöttem, tehát egyszerre két ugyanon páron nincs értelme kötni, tehát itt is nagy emelkedésen van túl az árfolyam, simán átvitte a havi szintünket, itt most viszont várnék, előbb-utóbb lesz egy kis visszateszt, ha lesz visszateszt, akkor tulajdonképpen lesz jó belépési lehetőség is, mert itt még azért van bőven hely felfelé, ugye az előző év legmagasabb pontjáig, és itt azért még van egy fontosabb szintünk, és egy fontos hetes és havi szint, amit szintén át kéne törnie, úgyhogy ebben még látok majd lehetőséget, de nyilván ez megint idő lesz, mire ebből lesz visszateszt, lesz fordulós gyertya, és esetleg jó belépés, tehát lesz elég mély visszateszt ahhoz, hogy érdemes legyen belépni. Ha viszont simán egybe megcsinálja ezeket a szinteket, akkor lehet, hogy majd csak később a szinttörések után, vagy pedig a szint környékén lesz majd újabb visszateszt. Amíg nincs visszateszt, nem lesz jó belépő sem.
Következő párunk pedig nem más, mint az EUR NZD. Itt is időben el tudtam kapni a belépőt, nézzük csak meg, itt is meg volt a fordulós gyertya. Itt ugye volt egy nagy kereskedési sávunk, és a kereskedési sáv mélypontján ebből a második lábból, a dupla ajból tudtunk elindulni, és gyönyörűen itt is megcsinálta a tavalyi év legmagasabb pontját. Itt még ugye megvárom, hogy mi fog történni. Itt is ugye egy nagyon nagy gyertya alakult ki, tehát itt most két dolog fog jönni, vagy nagy lendülettel átviszi, vagy pedig itt is ugye nagy heves mozgással bekonocosodik, és aztán a hétvégére lesz belőle egy szép kis kanocos gyertya a kis testtel, és akár jöhet egy fordulás, vagy pedig megpihenés, előbb-utóbb ezek a szintek visszatesztelésre fognak kerülni, úgyhogy itt a szintek környékén hamarosan ki fogok lépni, hogyha látom, hogy esetleg megjönnek azok a bizonyos fordulós gyertyák. Csak ezzel a három kereskedéssel több mint 2000 pipet csináltam, tehát ezért nem látom értelmét a napon belüli kereskedésnek, mert ha megy az árfolyam, akkor hosszú távon megy, ha pedig nem megy, akkor meg nincs értelme a gép előtt ülni 20-30 pipért. Persze azért vannak olyan hetek, amikor ezen egy-két napos kereskedések jobban jönnek, mint a hosszabb távú kereskedések, azokat esetleg el lehet csípni, de akkor sem napon belüli kereskedésben gondolkoznék, hanem tényleg inkább ilyen egy-két napos kereskedésben, hogy tudjon elmenni elég távolságra az árfolyam, hogy normális mennyiségű pip mennyiséget ki tudjunk venni a piacból. Jó, és akkor nézzük az AUD NZD párharcát, itt is komoly emelkedésen van túl az árfolyam, itt is megvoltak a fordulások nagyon szépen, és aztán nagy lendülettel ki is tört az árfolyam, és meg is csinálta a havi szintünket, tehát havi szinttől havi szintig, ugye hetes szinttől pedig hetes szintig lehet kereskedni, úgyhogy jó eséllyel itt is meg lesz majd a következő időszakban ez a szint is, ami azt jelenti, hogy itt volt ugye az első menet, és itt a második menet mindig a nagyobb, ahogy szoktam mondani, tehát mindig az második menetre érdemes koncentrálni, mert ebben vannak a nagyobb menetek. Mivel itt is fontos szintnél jár az árfolyam, és nem volt visszateszt, így már nem bántanám ezt a párt. Itt is ugye a jó belépők mindig itt vannak a diszkontáron. Ha itt lemaradok, akkor itt már nem erőltetem és nem keresem a belépéseket, mert ezek már nem lesznek jó belépések. Innen még simán lefordulhatott volna az árfolyam, csináltott volna egy embetűs alakzatot, és lehet, hogy később megy tovább. Tehát itt mindig erre kell figyelni, hogy a hetes csárton időbe észrevegyük ezeket a jó időzítéseket a szintek környékén, mert itt jönnek a kitörések, és utána, hogy a kis szűk stoppal be tudunk lépni, akkor nagyon szép meneteket tudunk elcsinálni. Csípni, és itt már nem kell erőtetni a kereskedést, majd megvárjuk a következő visszatesztet, mivel fontos szintek, csúcsok törtek, előbb-utóbb való el fog akadni az árfolyam, lesz egy visszateszt, és az abból való elindulás lehet majd kereskedni. Jó, mehetünk tovább a katpárokra, USA dollár, kanadai dollárra kezdünk. Itt ugye kicsit összepusztom a csátot, hogy lássuk, hogy melyik az az éves szint, ahol felvárom az árfolyamot. Első körben ugye a tavalyi év legmagasabb pontja, és aztán utána a következő a két évvel ezelőtti legmagasabb pont lesz a célár. Itt ugye pár héttel ezelőtt volt egy nagyon szép belépő, nem sok visszateszt volt, nagy lendülettel meg is lódult az árfolyam, megcsinálta az idei év legmagasabb pontját. A nagy kérdés csak az, hogy előtte felszúr ide esetleg az előző év szintjére, és csak később jön visszateszt, vagy esetleg innen lefordult az árfolyam, és előbb-utóbb itt is lesz egy visszateszt. Ugye ez a jövő zenéje, rengeteg hírünk lesz, lehet, hogy egybe megcsinálja az egészet, és már nem lesz visszateszt. Aki itt a szintek környékén nem lépett be, itt már nem erőltetném a belépőt, nincs stop helyszín, fontos szintek közelében járunk, jöhet csapkodás, úgyhogy mindenképp érdemes megvárni egy egyértelmű visszatesztet, és csak akkor belépni, ha ez megtörténik. Ha nagy a lendület, akkor nem biztos, hogy mindig lesz visszateszt, és itt is volt ugye egy nagyon szép kis formáció, egy W alakzat, ilyenkor már nem kell gondolkozni, tehát hogyha van itt egy fordulós gyertya a szint közelében, egy kis gyertya, akkor be lehet lépni, és a legtöbb esetben nagyon szépen átviszi ezeket a szinteket, és jó formán nem is volt visszateszt, tehát ilyenkor érdemes mindjárt itt a szintek környékén keresni már a belépési lehetőséget. Fontos szinteknél jár az árfolyam, tehát mindenképp kellene egy visszateszt ahhoz, hogy legyen belőle jó belépés, úgyhogy egyelőre ezt a párt nem bántam, csak is a visszatesztek után. A következő párunk a GBP CAD, itt jelenleg is fut még a pozícióm, már nem sok kell, hogy megcsináljuk ezt a szintet, ami tulajdonképpen egy három évvel ezelőtti legmagasabb pont, első körben ide várnám fel, de itt is van még egy magasabb szintünk, ahova esetleg feljött az árfolyam, de ezt nagy valószínűséggel meg fogja csinálni. Tehát első körben ide várnám fel, itt volt a belépőm, nagyon szépen időben el tudtam csípni, és tulajdonképpen egy nagy menetelés után van az árfolyam, még várnék egy kis visszatesztet, és aztán utána jó eséllyel felszúrhat ide az árfolyam, a héten kívül híreknek köszönhetően lehet, hogy meg is történik. Mivel itt is nagyon elment az árfolyam, és azóta nem volt visszateszt, így egyelőre ezt a párt nem bántanám, megyünk tovább, Eurókad a következő. Itt is komoly menetelésen van túl az árfolyam, itt volt a forduló ebben a kis zöld gyertyában, leszúrt ide a havi szint környékére, és aztán nagy lendülettel el is indult. Nagyon sokszor, hogyha gyorsan jön lefelé az árfolyam, akkor gyorsan is megy fel, akkor nem lesz második láb. Célár ez a szint, és ez a szint lesz a tavalyi év legmagasabb pontja, tehát ide várnám fel hosszú távon az árfolyamot, itt esetleg elakadhat egy időre az árfolyam, jöhet egy kis konszolidáció, vagy pedig esetleg egy kis visszateszt, visszatesztelve az előző csúcsot, amit áttört, és utána keresnék csak belépőt, ha ez megtörténik, akkor keresnék még egy rövid távú kereskedésre egy jó kis belépőt, ha pedig nagy lendülettel megy tovább,
akkor viszont ezt a párt is el kell engedni. Még ezek a párok komoly menetelésen vannak túl, addig az NZD-kkal nagyon szépen beszakadt, mivel felérkezett ugye az idei év legmagasabb pontjára, és innen le is fordult, csinált egy nagy kanoncos gyertyát, majd szépen ugye bejöttünk a szintek alá, és utána visszatesztelve alulról gyönyörűen lefordult az árfolyam. Első körben megcsinálta a 7-es szintünket, ugye ezt a 7-es gyertyaszintet, és itt van egy fontos havi szintünk is. A kérdés csak az, hogy a következő időszakban esetleg vissza tudunk-e zárni ide a 7-es szint fölé, mert akkor esetleg itt is elindulhat egy újabb folyamat felfelé. Egyrészt így oldalazós szakaszban vagyunk, itt még simán jött egy leszúrás, mielőtt esetleg fogja magát és elindul, tehát bármi megtörténhet. Jelenleg nincs semmi olyan belépési jel, amire érdemes lenne figyelni, tehát ezt a párt nyugodtan el lehet engedni. És akkor utolsókat párként ausztrál dollár, kanadai dollár. Itt is beszakadt az árfolyam, de nem volt akkor esés. Itt már ugye egy előző nyakvonalat, egy csúcsot törtünk el. Jó esélye, hogy ez tartaná magát, akkor előbb-utóbb itt is elindulhatunk. Nyilván itt is kellenek azok a bizonyos ABCD alakzatban való lejövetelek, tehát akár még ide a belső nyakvonalra is lejöhet az árfolyam, mielőtt esetleg megcsinálja az utolsó legmélyebb hetes gyertyáját. Itt ugye egy nagy gyertya után mindenképp kellene egy leszúrás, vagy pedig egy fordulós gyertya, ami után lehetne esetleg keresni a belépéseket, de mivel itt is mint kés a vajba jött lefelé zárfolyam, én még egy kis visszahúzódás után várnék egy újabb lejtmenetet, megcsinálva akár ezeket a belső nyakvonalakat, és csak később jönne meg az a bizonyos kanócos hetes gyertya, és utána keresném a belépéseket, tehát ezeken a párokon egy jó darabig valószínűleg nem lesz még belépés. És utolsó párként jön az EUR GBP, itt egy kicsit összép húztam a csártot, hogy lássuk a nagy képet, hogy mi is történik. Ugye volt egy utolsó nagy lejövetelő, ennek a legmélyebb pontja az itt van, a legmagasabb pedig itt, tehát ez a kereskedési sávunk, ez a nagy kereskedési sáv, megcsinálta az első lábunkat, felszúrta 76-ra, majd lejött a második lábra, most már másfél évet csinálja ezt a folyamatot, és nézzük meg, hova érkezett az árfolyam, 13,2-re. Gyönyörűen megtorpant itt az árfolyam, kicsit fölnagyítom a csártot, hogy lobban lássuk a folyamatokat, és most tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy az utolsó legmélyebb gyertya szintje sérült felfelé, de ez még mindig ugye egy esőtrend, mert ha ide behúzok egy trendvonalat, akkor azt látjuk, hogy ez csak egy esőtrendnek a visszahúzódása, tehát ez egy trend elleni kereskedés. A kérdés csak az, hogy mivel itt a szint fölé zárt az árfolyam, hogy rövid távon jöhet esetleg egy kis felpattanás, visszatesztelhetjük a korábban áttört ugye szinteket. Itt volt ugye nagyon sokáig az idei év legmélyebb pontja, és aztán beszakadt az árfolyam, majd egy kicsit visszatesztelt és újra lejött. Tehát most várni egy felpattanást akár eddig a szintig, ami egybeesik egy Fibó szinttel is és a trendvonallal is, tehát rövid távon felfelé gondolkozhatunk. Ezt esetleg érdemes megnézni majd a kisebb idősíkon, hogy milyen formációk alakultak ki, és hogy van esetleg belépési lehetőség. Hát egyelőre túl sok lehetőséget nem tudtam megjelölni, nincsenek lezárt zöld hetes fordulós gyertyák fontos szintek környékén, tehát vagy nagy menetelések vannak, vagy nagy beszakadások vannak, ezek a folyamatok még nem értek véget, nincsenek meg a visszatesztek, ahol meg elindultak a visszatesztek, ott még nem fejeződtek be, tehát mindenképp ki kell várnunk a folyamatokat, és az ilyen időszakokban nem szabad erőltetni a kereskedést, csak ahol tiszta egyértelmű jelzések vannak, és már a hetes csárton megvannak azok a bizonyos fordulós gyertyák vagy szintörések, ami után esetleg lehet keresni majd a belépőket. Közben ránéztem az USA dollár indexre, és egy nagyon pici erősödés lehet látni, tehát dollár erősödés, ami azt jelenti, hogy a GBP USD és az EUR USD-n is eleshetnek fontosabb szintek, a hetes és a havi szintek, úgyhogy egyelőre ezekre a párokra nem látom értelmét elmenni. Ha a következő napokban esetleg valami oknál fogva fordulna ez a dolog, és kialakulna egy szép momentum gyertya, akkor esetleg majd beszélhetünk róla, azt pedig úgyis majd Facebookon, Instagramon, vagy pedig a Discord csoportban át fogjuk beszélni. Így maradunk a vegyes csártokon, és megnézzük azt a két instrumentumot, amit megjelöltem, az egyik ugye a DAX volt, a másik pedig itt az EUR GBP, hát ha esetleg lesz belőle rövid távú kereskedési lehetőség. Jó, akkor elsőként nézzük meg a DAX-nak a napos csártyát. Itt vagyunk a napos csárton, ugye itt volt a belépőm, kora délután tudtam belépni, és tulajdonképpen már egy picivel a zárás előtt pluszba tudott menni, úgyhogy egyelőre továbbra is felfelé várom. A nagy kérdés csak az, hogy esetleg ezt a hetes szintet át tudja vinni, vagy csak innen visszatesztelve, ugye újra lefordulhat az árfolyam, és jövünk tovább lefelé. Ugye itt is van egy nagyon szép folyamatunk, lejövetel, megvan az első láb, megvan a második láb, ez a mélypontunk nem sérül. Itt kialakult egy nagyon szép kis dupla ajszerűség, volt egy nagyon szép leszúrásunk, van egy szép zöld fordulós gyertyám, és tulajdonképpen ennek a szándékát vettem itt meg, majd meglátjuk, hogy mennyire fog működni a történet. Ide behúztam a stopot egy szűkebb kockázattal, ha pedig elindul, akkor akár nagyobb menet is jöhet, és visszazárhatunk a két hónappal ezelőtti legmagasabb pontra. Most még egyelőre pluszban van a pozícióm, meglátjuk, hogy a nap végére is így marad, de ha esetleg nem, akkor meghozom a szükséges döntést.
Ha átmegyünk az EURGBP-nek a napos csártyára, itt is ugye nagyon szépen látszik a formáció, volt egy kis elindulás, ez a kis diszkontáram, volt egy nagyon szép kis fordulós momentumgyertya, és egy picivel jelenleg a szint felett tartózkodik az árfolyam. Ez az a zóna, ahol mindig keresem a belépési lehetőséget, mivel volt megerősítés ugye hetes gyertyában is, ezért rövid távon felfelé várnám az árfolyamot, feljöttünk akár ide is, vagy pedig esetleg felszúrhat egész a FIBO szintig is az árfolyam, mivel itt fontos havi szintek vannak, itt is ugye fontos mélypontok, 2 hónappal ezelőtti mélypontok, 3 hónappal ezelőtti mélypont, akár ide is felszúrhat az árfolyam, tehát erre érdemes figyelni, hogy esetleg rövid távú kereskedésben ez akár jó is lehet még, de mindenképp érdemes megvárni a napos gyertyazárását. És akkor végezetül még gyorsan ránézzünk a kriptovalutákra, és hogy ott milyen változások történtek, így a folytatás következik a Bitcoin napos csártyán. És már láthatjuk is a Bitcoin napos csártyát. Ugye 2 szint van behúzva, egy fontos havi szint és egy hetes szint, az utolsó nagy emelkedésnek a 2 legnagyobb gyertyának a mélypontjai. Jól láthatóan volt távolság a 2 szint között, itt is nagyon szépen elindult a folyamatunk, és a havi és a hetes szint közötti távolságot lehetett volna akár kereskedni. Itt viszont ugye nagyon szépen áttört a hetes szintünket, volt egy kis kanocos gyertyánk pár nappal ezelőtt, ráült az árfolyam, és úgy néz ki, hogy folytatja tovább az útját felfelé. Első körben ugye ezekre a szintekre várnám fel, ahonnan lejött az árfolyam. A kérdés csak az, hogy lesz esetleg egy újabb visszatesz, amivel esetleg később be tud majd lendülni az árfolyam, és jönnek majd a nagyobb menetek. Ha lassan is, de azért alakulnak a folyamatok, ha ebből az oldalzóságból ki tudna törni az árfolyam egy kis visszateszt után, akkor akár egy nagyobb menet is jöhet. Ha átmegyünk az Ethereum csártyára, itt is nagyon szépen megvannak a folyamataink, ugye lejövetel, megvan az első láb, második láb, ez a mélypontunk nem sérült, csak kanóccal megszúrta. Most ennek a második lábnak is itt ezen belül is megvan az első felmenetel, visszatesz, ide beúsztam egy trendvonalat, ez az a kis hold zónám, ha ez kitölti, és itt megjelenik valahol egy szép kis momentumgyertya, akkor itt is mehetünk felfelé. Itt még ugye van egy fontos havi szintünk, ahol már 2-szer elakadt az árfolyam, és feljebb van még egy hetes szintünk is, ahova felvárom az árfolyamot, úgyhogy jó eséllyel ebből még lehet egy szép kereskedés. Itt kell figyelni majd, hogy mikor tölti ki ezt a hold zónánkat, és hol jelenik meg az a bizonyos momentum gyertya a trendvonal felett. És akkor legvégül nézzük a Ripple-nek az árfolyamát. Itt is ugye egy nagy emelkedésen van túl az árfolyam, de igazából elég csúnya a csártya, elég rendesen beoldalazott. Egy pár hónappal ezelőtti legmagasabb pontra érkezett fel az árfolyam, vagy kellene egy szintörés és abból való visszateszt, vagy egy visszateszt és egy abból való elindulás. Ennek a csártya annyira nem szimpatikus, úgyhogy ezt a párt nem bántanám. Hát sajnos túl sok kereskedési lehetőségről egyelőre nem tudtam beszámolni, viszont a jó hír az, hogy elég muszalmas hétnek nézünk elébe, tehát a híreknek köszönhetően akár a hétvégére kialakulhatnak olyan hetes gyertyaformációk, amikből esetleg később majd jó belépések lesznek. Ezeket a folyamatokat türelmesen ki kell várnunk, tehát ha nincs hetes fordulós gyertyánk, akkor csak is rövid távon gondolkozunk, és ha hétközben lenne bármilyen említésre méltó lehetőség, akkor azt majd időben próbálom jelezni az Instán, Facebookon vagy a Discord csoportban. Így 2 hét kihagyás után kicsit fura volt újra ráhangolódni a csártokra, mivel csak félszemmel követtem az elmúlt 2 hétben a piacokat, láttam, hogy igazából túlságosan jó kereskedési lehetőségekről nem beszéltünk, volt egy kis pánik hangulat, ilyenkor szeretem megvárni, hogy megnyugodjon a piac, megüljenek a folyamatok, és hát a héten kijövő híreknek köszönhetően a jövő héttől már talán jobb lehetőségekről tudok beszámolni, úgyhogy ennyi lett volna a mai körkép, köszönöm szépen a mai figyelmet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Jó kereskedést és óvatos kereskedést a hétre mindenkinek. Sziasztok!